Hát sokkal többet nem látunk ki is, de... Ez már kezd idegesítő lenni. Ja, hát igen, egyet kell benyomni. És akkor lemész, és akkor talán egyet jobbra? Hagyjatok meg tényleg egy kicsit. Hát használj repelt, Miki. Hát jó, viszont akkor nem gyúrok, szóval jó, hogy jönnek, csak ne jöjjenek ennyit. Ja. Jaj, nehogy azt mondom nekem, hogy kell Rock Smash is. Pedig kellene fog. Abra gondolom, nem tudja, hogy tanulni a Rock Smash-t. Nem nézem ki belőle. Na, mi van? Végre. Nem tudja. Most kell elbasznunk a Pokémonjainak a movesetjét. Most komoly? Most tényleg? Megnézem, kimegyek utoljára, de most 10 évvel megyek ki, hogy gyorsabb legyen Escape Rope-pal. Van-e olyan, ami meg tudja tanulni a Rock Smash-t is, meg a Flash-t is? Komolyan mondom, képesek berakni szerintem egy izét, egy fát is a barlangba, hogy a Cut is kelljen, mert nem tudom. Hagyjanak meg. Hát az Zigzagom tudja a Rock Smash-t. Csak ő meg azért nem tudja, nem? A Flash nem tudja megtanulni, persze. Bár azt megjegyezzük, hogy azt a két követ hova kell eltolgatni. Én megjegyeztem. Hát jó cseletünk, máskor is kell ilyen. Megaton nem tudja a Flash megtanulni. Nézzük meg, Zigzagon meg tudja tanulni. Na, most mivel tudnám világítani egy? A szemével. Nem fogja tudni megtanulni, ezt most borítékolom neked. Nézzük meg Weedet is. Én úgy emlékszem, hogy az első generációban a Flash-t meg tudta tanulni. Ha már a Rock Smash meg tudja mellé tanulni, az jó dolog. Jó. Na tényleg. Nem tudja. Lehet, igen, hogy két Pokémont kell vinni, hogy... Hát jó, csak valahogy meg akarom oldani egy Pokémonnal, hát nyilván, hogy... Mindig... Vagy Natu, vagy nem tudom melyik. Várjál egy pillanat. Weedet is kiteszem. Claydol, Natu. Hát még esetleg Claydol. Na, jó. Flash-t meg tudja, a Rock Smash-t. Is. Tökéletes. Meg vala megmentünk. És 36-os is ráadásul, szóval, hogyha nagyon para van, akkor... Sandstormot elfelejtjük. Darut Sandstorm. Gyűlöm azt a számot, te jó Isten. Nem rossz annyira, csak el van. Ez az, hogy mindegy klubszem is válogatáson rajta volt akkor az a szám, és fú, rohadtul megutáltam. Nem rossz, csak túlértékelt. Meg már akkor is túl volt játszva, amikor menő volt. Most meg már egyáltalán nem menő, sajnos. Az az őszinte ízim. És most vettem észre, hogy nem 60, hanem 30 FPS-re veszem fel a videót, de hát mindegy. Na. Úgyhogy kicsit fura lesz a kép, akkor ez azért lesz, gyerekek. Ne lepődjetek meg. Minden felelősség a tiéd, Bence. Igen. Legalább kevesebbet kell feltöltenem, akkor átállítom 30 FPS-re a videót, és akkor... Akkor flashezzünk. Először lemész itt le. Nem, másik irány. Igen. Úgy, balra. Ezt betolod. Le. És úgy jobbra. Zsír. Szanfant valami? Semmi. Zsákutca. Graveler. Nem volt. Azt letolod az első, igen. Úgy. Na, megy ez. Bár ez az elején ment volna ilyen jól, mi? Szerintem ki kell kiajtunk, ott nem valami. Pinat. Mondjuk kapja Jean az XP-t, mert ő a leggyengébb most. Mi a... De nem érünk ilyen gyorsan felfejlődött? Nem fog neki sokat sebezni, akkor mondjuk váltsa... És tényleg Nightingale már 43-as. Ez durva.
Válts a Mariner. Lassan lemarad Mariner, pedig pár résszel ezelőtt még ő volt a top tier karakterünk. Hát mindig megbízható tagja a csapatnak, mert csak egy gyenge pontja van. Fűtámadás. Szerintem ugorjunk ott le és nézzük meg, hogy mit hagytunk ki. Na, ha kihagytunk, nem biztos, csak. Cső. Most tudom, ilyen seggfej-fej van annak a madárnak. Mavil, micsoda? Ja. Ő tudom, egy jó pokémon, nem? A hatodik generációban igen, azelőtt nem. Milyen típus ő? Mert már volt róla szó, csak elfejtettem. A hatodik generációban acél tündér, itt azt hiszem még csak acél. Azt elbasztuk. Nem? Szerintem elbasztuk. Szerintem is. Hát egy item kimarad. Vagy lemegyek egy lépcsőn, visszamegyek egy lépcsőn, és megint. Jó lesz. Meg lehet javítani ezeket a dolgokat így. Epic. Nem kell semmit a helyére tenni. Lemész egy lépcsőn, és visszajössz, és minden. És létre van. Inkább akkor. Legyünk pontosak. Jó. Fontos, mert be fognak szólni érte a kommentelők. Lesz sok diszlájkolónk. Hát, az egy már nem elég, aki van kiránk száll. De várjál, ezt hogy tudom másod csinálni? Várjál. Csak egyet tolod arra. Igen, egyet, balra. Fölmész, másikat is jó, betolod. Jó, megvan. Balra. Igen, mint láthatjátok, most talában szokott lenni egy diszlájk a videónkon, ez azért van, mert egy másik YouTube-os ránk szállt. Ez van. Megesik. El kell kezdenem gyógyítani is. A repelben vettünk 50-et, azt nem használjuk. Majd megértem, mire nem használod, csak hogy akkor miért vettük. Mert esetleg felfejlődjünk, akkor utána már hagyjanak minket békén. Ja. Szerintem nem elég az XP-ből, Miki. Egyvenes variama is. De az elég jó a helyt állunk, azért azt meg kell hagyni szerintem. Na jó. Hát jó, hát a Victory Road az még annyira nem nehéz. És annyira jó kis Pokémon. Ninetales. Ninetalesnek mennyire szeretem a shiny formáját, pedig alig tér el az eredetitől. Világosabb a bundája, meg a farka végén azok a foltok azok nem vörösek, hanem kékek. Ennyi kell. Tropius. Maradjon Mariner. És Ice Beam. Ez csúnya volt. Oh. Anyád. Nem volt szép. Ez az izében volt. Vektorban. Vektorja. Egyik legjobb ilyen paródia. Na, Waterfall az a büdös. Pont nem mocskos fogjuk. Büdös. Gondolom, hogy ezért kurva nem tudja megtanulni mi a... Hát, de most tudjon, érted? Két... Hát, nem tudom. Hát, Muddy Water helyére lehet beteszem. De nem... Ezt utálom, hogy legyen nálad az összes HM. Nálunk van az összes HM, csak olyan Pokémon nincs, ami az összeset meg tudná tanulni. Meg tudja, csak nem akarom neki megtanítani, mert négy helye van. Szóval ahhoz nekem le kell terülnöm valami mást. Vissza meg már nem tud csinálni, mi hajtsz elfelejti. Tényleg, annyival jobb lenne a sorozat, hogyha végképp eltörölnék a HM-eket. Ne legyenek többet. Szóval, hogy minden Pokémon sötétebb színű, mint a... Omega Rubyból meg az Alpha Zafirba, és így, aki nem tudom, hogy pontosan mi a shiny formája, az minden shiny-nak nézek most.
Ez például tudom, hogy ez lila, úgyhogy ezt nem is nézem annak. De akkor is sokkal világosabb, mint ahogy kéne lennie. Vagy sötétebb, bocsánat. Na, nem lesz jó vége. Ennek se lesz jó vége. Ujjaj. Végül csak megoldottuk. Vivelvia. Ezek viszont jó hasznot tesznek, amiket vettünk. Igen. Itt csak egy item van, TM29. Az mi? Hamarosan kiderül. Dig. Psychic. Ja, Psychic, bocsánat, egyenlenül, igen. Az jó, nem? Az jó. Jean Grey? Jean Grey már tudja. Ja, Jean Grey meg már tudja. Ő, tudod, level up-pal megtanulja. Igen. Most már eszembe jutott. Jean Greynek kevés a HP-je. Ja, jó nagyokat tud ütni, csak... Ő nagyokat is tud kapni. Na ja. Jaj, várjál. Szellem és sötét, mi? Akkor... Wow. Végre. Ezt nem már semmivel sem nyírjuk ki. Hát azt hagyjuk a kopi, azt nem tudom mi lehet ott. Nem hagyjuk ki. Legyen meg a játéknak az öröme. Adjál meg. Senki más nem tudja tudni. Ez egy röhely tényleg. Nem baj, 15-tel kevesebbet fogok sebezni, meg lesz a játéknak az öröme. Utálom ezt a... Nem lehet, hogy a szörföt lecseréled, és akkor... Jó, és akkor meg úszni nem tudok? Szóval nem, ja, mondjuk úsz... tényleg. Meg a másik, hogy hámet nem lehet törölni. Tényleg? Igen. Ha már egyszer megtanultad. A... Még pont azon gondolkoztam, hogy akkor lehetne így izé kicseszni a játék, hogy mindig csak azt adod meg, ami kell éppen. Nem, mert úgy van, hogy... Bazdmeg! Ha éppen egy olyan helyen vagy, ahol az a... Kell az a... HM. Aha. Mondjuk átúsztál egy szigetre, és ott letörlöd a szörföt, akkor ugye lehet, hogy elakadsz a játékban, mert nem tudsz visszaúszni. És ezért nem engedi a játék, hogy HM-et törölj. Van egy olyan emberke a játékban, aki tudják, hogy move the litter, és ő tudja csak a HM-et törölni. Uh-huh. Semmilyen más módszer nincs rá. És amikor a cserélni is akarsz Pokémont, olyan Pokémont nem cserélhetsz, akin tud HM move-ot, csak akkor, hogyha a PC-ben van. Ha a csapatodban van, akkor nem engedi, hogy elcseréld. Hogy ezek után számomra tényleg rejtő, hogy miért vannak még mindig ennyien ezek a Nintendo szamurájok. Jó a játék, csak sok benne a hülye ötlet, amihez viszont az, foggal körömmel ragaszkodnak. Az ilyenek például olyan szinten taszítanak, hogy ugye, gondolom már mondtam nektek, hogy én lenne kedvem Pokémonnal játszani, de ezek után biztosan nem fogom kipróbálni. Egyszerűen vannak ilyen dolgok, amiket így annyira nem szimpatikusak, hogy akkor inkább nem foglalkozok velük, mert minek. Hát meg tényleg ott vannak az alapvető dolgok, a verziós exkluzívok, ami tényleg egy iszonyatosan undorító... Ja, most nekem most tök mindegy, most egy-két Pokémonról lemaradok, hát Istenem, de... Ugye ez a játékmenetben így benne van ez a fasság, ez így nem. Én a Brutal Legendet se próbáltam ki pont amiatt, hogy amikor a Hack and Slash-ből átvált ilyen RTS-re, a tököm stratégiai játékkal játszani, nem azért vettem meg. Nem az a része érdekel. Persze, ugye a trailerből is az derült ki, hogy egy God of War koppintás. Ja. És az, akik megvették, azok annak vették meg, annak akarták használni. Most az oké, hogy attól függetlenül is jó játék, de akkor is átverték a játékosokat. Hát meg a izé is,
hogy mi most a 6. generációban most hirtelen bele kellett előtetnünk 4 generációnyi legendást, mert ugye, hogy elérhető legyen minden ebben a generációban. És úgy van például, hogyha ilyen trió csapatok vannak, hogy például a Dialga, a Palkia meg a Giratina, akkor úgy van, hogy az egyik verzióban a Dialga van benne, a másikban a Palkia, és a Giratinát csak akkor tudod elkapni, hogyha mindkettő benne van a csapatodban. Szóval ahhoz valakitől be kell szerezned a másikat. És te beszerezted? Ergo vedd meg a másik játékot, és tedd át a másik mentésedbe. Szóval ez... burkoltan ez ezt jelenti. Hát vagy elsérüled valakivel. Hát jó, de ki... egy van a játékban, most ki fogja neked odaadni? Max, szóval olyan valaki, aki tudja klónozni. Aki persze vannak, mert... aki... nagyon durván tolja. Játszik Pokémon, tényleg főleg Amerikában meg Japánban szokás, hogy széthekkelik a játékot. Annak viszont én nem látom az értelmét. Itt van egy Pimp Knight nevű faszi a YouTube-on, és ő állandóan játszik online csatákat, meg fölveszi, meg azokat teszi fel YouTube-ra, és ő mutatja, hogy milyen hackerek vannak, hogy ilyen 6 shiny legendás Pokémonból áll a csapat, meg olyan move-okat, meg olyan ability-ket tudnak, amiket nem szabadna tudniuk. Aha. Szóval ilyen egyértelműen leesik, hogy illegálisan szerezte, hogy meghackelt a játékot. És az a durva, hogy ezzel még mindig nem tud a Nintendo védekezni. Szóval itt szopatják a normál játékost, hogy verziós exkluzívok, meg HM, meg minden, és közben meg tényleg mások, meg vesznek egy action replay-t, és szétszedik a játékot. Teljesen unfair. Hát egyáltalán kérdés az, hogy akar-e harcolni a Nintendo ezekkel az emberek ellen? Mert nem tök mindegy, hogy nem tud, vagy nem is akar. Erőfeszítések vannak, úgyhogy vagy akar, vagy szereti azt tettetni, hogy akar, nem tudom. Simán nem tudom mondjuk képzelni, hogy akar, csak a hackerek mindig egy lépéssel előbb vannak. Nem ez lenne az első ilyen eset. Mert például a Sony leszarja a hackereket, mert én a mai napig nem láttam még egy cheater sem bandolva a PlayStation Networkről. Ugyanezt tudom mondani Tekken Online-ról is, hogy ott is, amíg tényleg rohadt nagy felháborodás nem volt, addig nem történt semmi. És amikor volt az a nagy felháborodás, akkor is az ott, hogy a három tényleg legismertebb boostert, akiről még szerintem te is hallottál, még az is, aki nem tekkenezett, mert akkora csalók voltak, azokat letörölték a leaderboardról, és ennyi. Ennyi történt, de a lagcsíterek, az összes ilyen kis nyomarék, az a mai napig játszik föl. Ezért nem is játszok én már Tekken Online, mert egyszerűen nem éri meg. Szétrúgtam itt az egyik izét is. Mi ez itt? Ajtót, meg széttörtem a kontrollemet, mert úgy fölbasztol az anyama játék. Hát meg mert... nehezen kezeled ezeket a helyzeteket. Hát de basszák meg, amikor egy héten keresztül minden nap gyakorlatilag kikapok, mert ilyen seggfej... ilyen gyökér spanyolokat kapok ki, akik ilyen kruplival vágják az internetet a fából, körülbelül ötet és úgy lapátolják bele a networkbe. Most hova megyek? Menjél lefelé, amúgy. Tehát így azok ellen, hogy és akkor még ott nekik elfőjebb. Ja, miért el nem felejtem, emlékszel, amikor azt mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy olyan Pokémon, aminek az a típusa, hogy tűzvíz. Igen. Van. Na. Most már van. Volcanionnak hívják, és egy ilyen beszerezhetetlen legendás Pokémon, amit csak eventbe adnak ki. És ugye az is, amit mondtam, hogy ilyen gőzféle támadásokat kéne használnia, az a signature move-ja, hogy forró gőzt lő ki az ellenfélre. Úgyhogy konkrétan volt egy álmom és megvalósult. Úgyhogy ez most tök jó. Köszönjük Nintendo! És ezzel kapcsolatban most van az egyik kedvenc videóm YouTube-on, ugye ez a Pimp Knight srác, akit említettem, ő nagyon jó játékos. És volt egy faszi, aki 6 shiny Volcanion-t használ, de úgyhogy még nem adták ki a Pokémon-t, még nem kezdődött el az event. Szép. Teljesen egyértelmű, hogy egy hacker a gyerek, és olyan játszik könnyedséggel győzte le a srác legális csapattal, hogy az öröm volt nézni, a legjobb az, amikor valaki hackkel, csal, persze. És úgy is kikap, mert béna. Hát ez Tekkenbennek velem is gyakran előfordult, főleg a 6-os időszakban, amikor tényleg nagyon jól kitanultam le ott, és ott is voltak ilyen lagcsitrek, nem tudom én, és egyszerűen szará vertem őket. Mai napig nem tudtam felgrindolni amúgy Vanquisherről, mert
Hiába kapom a promo meccseket, mindig kiúszkodják a netkábelt. Mondom, gyerekek, hát akkor mi van ilyenkor? Tehát annyira vicces.